abszurd, amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak mondjuk Németországba vagy Londonba. Nem vándorolnak ki. El lehet menni Magyarországon. Így lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Lehet menni. Önök nagy és nehéz feladatra vállalkoztak. Szóval, hogyha kedd és második kedd, akkor itt van ismét az Árnyék, és itt van velünk a rég nem látott, az egyetlen ember, aki egyébként egy külföldi politikai párt tagja, és Olaszországban él. Yeah! Mondj egy nevet, Gej. Péter Figergej, from Todi. Aztán itt van velünk a mi mesterünk, kitalálunk, a mérnök úr, aki szintén már elég régen volt velünk. Sziasztok, Kristóf vagyok, Portsmouthból, Anglia. Aztán itt van velünk a gróf úr, aki most éppen csak az otthon ülő gyerekek láthatják, akik a Patreonon előfizettek, éppen egy gyönyörű kristálypohárból ivott szerintem málnaszörpöt. Igen. Biztos nem. Kívánok. Derdák András, Valdigual. És itt van velünk természetesen az Ági Jeruzsálemből. Petik Ági vagyok Jeruzsálemből. Szóval, és azt gondolom, srácok, hogy ha már az Ági mutatkozott be utoljára, akkor szerintem gyorsan egy pici megemlékezést azért tartsunk, mert amikor ez az adás kikerül, ugye ezt vasárnap este vesszük fel, és kedden kerül ki a kedves hallgatókhoz, szóval hogy addigra már túl vagyunk az évfordulóján a Hamas támadásának Izraelben, és én azon gondoltam, hogy azt próbáljuk meg megfogalmazni egy picit talán, mert igazságot tenni, vagy eredményeket elmondani, vagy hogy milyen borzalmas, mert tudjuk, hogy borzalmas, és nektek Ági aztán tényleg kifejezetten borzalmas, de hogy ezzel lamentálni tovább, én nem tudom, hogy lehet-e vagy érdemes-e megoldani. Úgyse tudjuk ezt a konfliktust innen, tehát ez így nem jó. Én inkább azon gondolkodtam, hogy szerintetek mi az a pont, ameddig ez a konfliktus elmehet? Tehát, hogy lát-e bárki valami véget ebben a mostaniban, nem az arab-izraeli konfliktusban, hanem magában ebben a háborúban szerintetek mi az a végpont, ameddig el tud menni? Akár Izrael, akár az arabok, nekem tök mindegy. Ági, te mit mondasz onnan nézve? Hát én azt mondom, hogy ugye van egy választóvonal, igen, most már egy éve nem laknak otthon Észak-Izraelbe az emberek, ez több mint 100 000 embert érint, akik van, ami ideiglenes szálláshelyen vannak. És most éppen ez a történet, hogy azokat vissza kéne költöztetni több okból is. Az egyik az nagyon egyszerű, hogy azok, akik több mint egy éve nem laknak otthon, azok ugye egy második iskola évet kezdenek a gyerekek máshol, és egyre kisebb az esély, hogy ezek az emberek aztán, akik most már több mint egy éve nem laknak otthon, haza fognak menni egy ilyen határsávba, ahol a kerítés másik oldalán van a szomszéd falu. Gondolom, ezt elmondhatjuk a Gázában kitelepített szerencsétlenekről is ugyanígy. Márhogy a izraeli gázai szomszédságról beszélsz. Igen, hát a konfliktus kapcsán, akiknek azt mondták, hogy húzzátok el délebre, azok ugyanúgy az az igazság, hogy vannak. Egy csomó ember már hazaköltözött, vagy azért, mert nem tudta tovább megoldani, ne lakjon máshol, vagy hogy máshol lakjon, vagy azért, mert az ő falujuk már olyan állapotban van, hogy van hova hazaköltözni, van egy csomó település, ahol nincs hova hazaköltözni, mert nem állnak a házak, és nincsen ideiglenes más megoldás egyelőre, ami állandóbb, mint ahol most vannak. Egy csomó kibucot más kibucok befogadtak. Ugye itt az a probléma, vagy az a nehézség, ez nem olyan, mint mondjuk egy magyar falu, hanem ez egy közösség. Tehát egy működő közösség, egy kibuc, tehát ők egy csomó közösség elkerült hotelekbe, ahonnan ugye aztán tovább kellett állni, mert hány hónapig tudsz lakni egy hotelszobába 3 gyerekkel. Tehát kellett van más megoldást találni, és voltak olyan közösségek, akik úgy döntöttek, hogy ők mindenáron együtt szeretnének maradni. Van egy olyan közösség, aki ezért aztán két ilyen toronyházba költözött a központba, és akkor ott próbálnak egy kibuci élethez hasonlatos közösségi életet élni toronyházakban, teljesen másik környezetben. Van olyan kibuc, ahol a tagságnak egy része az úgy döntött, hogy nem akar tovább a közösség része lenni, hogyha a közösségnek az a célja, hogy minél előbb hazamenjenek, stb. Tehát itt közösségek felbomlásáról van szó. Északon meg az van, hogy ott nagyon sok idős ember élt, és ezek az idős emberek a kitelepítés miatt valószínűleg jóval hamarabb meghalnak, mint tették volna egyébként, mert megszűnt az a közösségi háló, amiben ők jól működtek, tehát nagyon nagy a halálozási arányuk, a természetes halálozási arányuk, ami elég ijesztő új szám. Szóval, hogy ezek azért ilyen bonyolultabb dolgok, de én azt gondolom, hogy,
hogy a mostani minimális cél az az, hogy ne jöjjön naponta 150 darab rakéta civil településekre, mert így nem lehet élni. Tehát amikor 30-szor kell lemenned a óvóhelyre, mikor tudjuk ezt elérni? Tehát, hogy ugye az a kérdés, meg hogy milyen áron? Elég jól haladnak. Tulajdonképpen ugye az van, hogy van 10 000 ENSZ katona a litániai vonalon, akiknek 2006 óta az lenne a feladatuk, hogy a Hezbollah semmilyen fegyvert ne tudjon telepíteni, ami Izraelnek a lakosságát, civil lakosságát veszélyezteti. Vannak ez a 10 000 katonák is. Igen, ez a 10 000 ENSZ katona, ezt nem annyira jól teljesíti, hiszen tőlük 2 méterre hát, is Hezbollah állások jó, vannak. Jó, Ági, tehát hogy mutass nekem egyetlen olyan ENSZ szervezetetben működik, akció, nem? Persze, Srebrenica, lásd Srebrenica és a többi igen, hollandok, tehát, stb. Érted, a holland katonák előtt ölik meg Srebrenicán a szerencsétlen embereket. Igen, nem értem. Semmi. Tehát az ENSZ ilyen szempontból ne bazírozzunk. Nem csak ilyen szempontból, de akkor ugye nem tudunk bazírozni az ENSZ-re, tehát valamit tenni kell, tehát most akkor egyenként a Hezbollah állásokat lövik, és szépen fogynak. Óriási fegyveraktárak, ugyanazt látjuk, mint Gázában, tehát civil házakban, gyerekszobákban állnak azt a fegyverek. Azt mennyire érzékelitek, hogy mondjuk Izrael megítélése, ez mennyiben változott meg az elmúlt egy év alatt? Nagyon megváltozott már, hogy a külföldi, hát a saját baráti körünk egy részét elveszítettük. Hát, amikor arról beszélek, hogy van egy bizonyos fajta elfordulás Izraeltől mind a kulturális életben, mind a tudományos életben, rengeteg közös kutatás maradt, abba szűnt meg, rengeteg egyetemi együttműködés szűnt meg, akkor itt ezekre is gondolok, hogy egy olyan stop keletkezett, ami nekem ijesztő, vagy személyesen nagyon fájó az, hogy ez a baloldalnak a teljes elzárkozása, és ami nagyon érdekes látni, az meg az, hogy a baloldali zsidó közösségek azok viszont, tehát azok a baloldali zsidó emberek, akik elsősorban neve után az van, hogy ő magyar után az van, hogy zsidó, és aztán jön csak az, hogy baloldali, azok meg teljesen összezártak, hiszen kilőködtek mindegyik másik közegből, és ezt mondjuk a 30-as korosztályban látom, hogy a Gólyába, az Aurórába, nem tudom, szóval amikor mesélik, hogy ők onnan ki vannak most szorítva, mert szóval, hogy ugyanaz van basszus, mint 42-ben, vagy 43-ban, vagy 44-ben, és ez elképesztő. És akkor ilyenkor, amikor visszagondolok arra, hogy a nagyapáméknak a kommunista sejtjében véletlenül mindenki zsidó volt, akkor most már értem, hogy ennek az volt az oka, hogy már akkor sem keveredett a baloldalon belül a zsidó, a nem zsidóval. Ez egy ilyen nagyon szép izé volt, amit mi kaptunk, hogy ez egy ilyen, ennek van szerintem keveredett, és erre nekem van is egyébként személyes példám, de most nem fogom neked elmondani, de hogy keveredett, azért ez így nem hiszem. Keveredett biztos, de viszont van egy választóvonal, tehát 56-ban is rögtön attól kellett félni, hogy fölkötik azokat, a kommunista zsidókat kötik föl először, akik, és így aztán ez volt is egy 56-os nagy kivonulás, a zsidók mentek el először ebből az értelmiségi baloldali rétegből. Ezt tudjuk, hogy szóval Gergő, ez nem kérdés. Gergő, te hogy látod ezt az egész kérdést? Egyébként olyan régen találkoztunk, viszont neked mindig iszonyú jó történelmi párhuzamaid vannak, ahogy rögtön eszedbe jutott Srebrenica az ENSZ kapcsán, hogy te hogy látod ezt az egész kérdést? Nem tudok igazából semmilyen megnyugtatóan higgadt érvelést vagy gondolatmenetet ez ügyben előadni. Én azt gondolom elsősorban, hogy mivel ez egy háború, ez addig fog menni, amíg az erősebb fél tényleg meg nem semmisíti az ellenfelet, és az erősebb fél ez esetben szerencsére Izrael. És ez addig fog menni, ameddig egy kilövő állás marad bármilyen veszélyes közelségben Izrael környékén. És ugye hát az, hogy Iránnal mit lehet csinálni, az nyilván a legforróbb pite. Mert hogy egyrészt nem lehet tudni, hogy ők mit suskusolnak, illetve valószínűleg vannak, akik tudják, remélhetőleg pontosan tudják, hogy miről van szó, mi nem annyira. És az a kérdés, hogy mi az az ár, amivel Iránt ki lehet kapcsolni a képből, tehát hogy Iránnak ki lehet venni az agendájából ezt az ügyet, hogy ő folyamatosan ott reszelje, meghevítse ezt a lángot, és pumpálja a pénzt a proxy
proxy kis csapatainak. Valószínűleg ez irgalmatlan mennyiségű lóvé és irgalmatlan mennyiségű diplomáciai háttér paktum vége lehet, de hogyha Iránt nem lehet kikapcsolni a képből, akkor ez kétségbejtően hosszú is lehet ez a fegyveres harc, ami nem biztos, hogy egy ilyen magas intenzitású dolog lesz mindig, hanem akkor beáll egy ilyen állandó fortyogás, ami a lehető legrosszabb egyébként. Tehát egy viszonylag gyors lezárás még mindig jobb. Igen. Hogy én a barátaimmal, tudom, hogy ez nagyon cinikus és nagyon kellemetlen, de hogy a barátaimmal azért azon mosolyogtunk a legutóbbi iráni támadás után, hogy védjen meg téged Irán, mert hogy egyetlen halálos áldozata volt egy szerencsétlen palesztin. Egy szerencsétlen palesztin, ez teljes agyrém. Igen, tehát hogy teljes agyrém. Kristóf, nálatok hogy pezseg ez a történet? Hát nálunk is azért volt, tehát volt egy nagy Freedom Palesztina lendület, ami kezd alább hagyni. Tehát most már azért az egyetemeken is érzem, hogy a gyerekek beszámolói alapján, hogy ott is már azért ez a 80-20%, tehát a Freedom Palestina volt a 80 és 20% a másik oldal, ez azért kezd elindulni lefelé, tehát a 70-60% irányában még kicsit azért megnyugtató egyrészt. Ágék annyira nem szeretik a BBC-t, de az is most azért nagyon próbál úgy. Hát a BBC most kihozott ugye egy nagyon jó kis doksit erről az egész támadásról, amit a helyi zsidó közösségek is elismertek, hogy ez egy... Hát meg utána most volt 3 napja, aztán, hogy még él vagy nem él, azt nem tudom, a Hamasnak a vezetőjével egy érdekes riport, és tehát amikor a riporter megkérdezi Hamas vezetőjétől, hogy de elnézést, ezt önök indították ezt az egészet, nem mi. De önök, nem, ez nem igaz. És így a riporter arc, így, de hát videófelvételek vannak arról, hogy önök, nem, ők csak a katonák ellen, tehát katonák ellen támadtak, nem civil lakosság ellen. És mondja, hogy videófelvétel van arról, hogy önök mészárolják az embereket. Olyan nincsen. De hát önök készítették a videófelvételt. Ez nem igaz. Csak a riporter mondja, hogy ne haragudjak, ezért nem tudok mit kezdeni. És kész. Még jó, hogy nem kutyákat esznek, meg macskákat. Tehát, igen, de valami olyan. És ez, tehát ez annyira átütött mindenki, tehát azért mindenki tudta, hogy valami történt, és abból látszik az, hogy utána hiába kezdi el mondani, hogy 8000 gyerek, meg 20000 gyerek, tehát ők minden, tehát minden, náluk minden halott, az egyik se katona, egyik se felnőtt, egyik se anya, mindegyik gyerek. Mindenki tehát náluk csak gyerekek halnak meg. És szörnyű, ha egy meghal, nem azt mondom, csak ezzel a túlhazugsággal már azért kezdik elbizonytalanítani azokat is, akik eddig kiálltak mellettük. Mm-hmm. Na, és ez valami szinten érezhető. És Franciaországban hogy pezseg ez a dolog? Ha pezseg egyáltalán, eljut-e a gróf úr kastélyáig a hír? Nem, egyáltalán nem, azt kell mondjam. Tehát nálatok a faluban nem beszélgetnek erről az emberek? Ez se teljesen igaz, mert azt gondoltuk, nincs elég zsidó a faluban. Ezt gondoltuk, hogy nincs elég zsidó, de az első ember, akivel elkezdtünk beszélgetni még annak idején a vásárláskor, annak a papája is, hát meg a nagyapja is. Aki egy buddhista, de az volt. Apja rabbi. Meg a nagyapja is rabbi ő volt. Ő maga buddhista. Igen, de zsidó. Inkább. Jó, erről már egyszer beszéltünk. Ő az egyetlen. Igen. Nem, és akkor kiderült másról is a faluban, hogy van, feleségedről, vannak, gyerekedről. Vannak zsidók rajtunk kívül is a faluban. Nem, hát itt az volt a friss fejlemény a napokban, hogy a Macron elnök azt mondta, hogy akkor befejezzük a fegyverszállítást Izraelnek, mert esély nem, mintha eddig szállítottatok volna a fegyvereket, de... De nem, hát ugye azt mondta Macron, hogy Gázában nem mehet több francia fegyver, de azon gondolkodtam, hogy most már mondhatja, nem nagyon van Gáza, tehát hogy szerintem ez egy nagyon ilyen biztonsági megúszás volt a részéről. Szóval azt hisz, én azt a dilemmámat tudom veletek megosztani, hogy soha nem értettem, hogy a háborúkat miből finanszírozzák, mert általában azon, ugye az én 30 évem arra ment rá, hogy nem, nincsen még 150000 forint, hogy még egy író utazását kifizessük, mert az már nem fér bele a büdzsébe. Ugye? És akkor ehhez képest itt meg naponta úsznak el olyan milliárdok, amiről a Macron azt mondja, hogy ők adják, de ez nyilván nem adják, hanem veszik. Szóval, hogy egy olyan rettenetes piac van a Spice-ba mögöttünk, ahova nincsen kulcsunk, és még a kulcslukon se játunk be, hogy ezt elképzelni nem tudom, és
azt hiszem, hogy a cselekmények egy jelentős részét ezek az erők mozgatják, mert ebben irgalmatlan pénz van, és én tényleg nem értem, hogy honnan van erre az államoknak pénze, hogyha közben meg az egészségügyre, meg műtőre meg nincsen. Akkor hogy van? Ezek ilyen milliós tételek per raketta, amit felrobbantanak. Igen, és ugyanez Ukrajna, tehát most nem a közel-keletre vonatkoztatva mondom, az Afrika dettó ugyanez, szóval, hogy ez egy nagyon sötét ügy. Hát, az érdekes, szépen, hogy mondjuk ott van Jemen, akinek nem volt és nem is lesz határa Izraellel soha. Full gazdasági válság és humanitárius válság, tehát ott tényleg humanitárius válság van, hogy nem lehet érteni valóban, hogy ők, de hát nyilván ebbe emiatt kapnak hát pénzt. Igen. Ugye Libanonban is nagyon durva gazdasági válság van már rég, tehát nyilván nem véletlenül tud Irán a Hezbollahnak oda, tehát nyilván azok az emberek, azok a civilek, akiknek a házaiba rakétakilövő van, valószínű ők ezért kapnak pénzt, és akkor így aztán tudnak tovább élni. Tehát én azt gondolom, hogy a civileknek a felhasználása ebben a háborúban engem eléggé megérintett az, hogy egy hadsereg, tehát én ahhoz vagyok hozzászokva, hogy a hadsereg az engem megvéd. Tehát az a feladata, hogy engem, mint civil megvédjen, elő nem fordulhat, hogy az erkélyemről valaki elkezdjen lövöldözni, nem tudom kire. Tehát, hogy ez nem merül föl. És hogy tök furcsa lehet egy olyan országba élni, aminek az az agendája, hogy te, mint civil, úgy tudod szolgálni az országod érdekeit, hogyha meghalsz, mint civil, akit nem engednek mondjuk ki egy olyan területről, amire mondják, hogy lőni fognak. Tehát én nem ismerek másik olyan hadsereget sem mondjuk, aki bejelent ilyen kopogtató bombákkal, vagy cédulákkal, vagy SMS üzenetekbe, hogy húzzál a genyába, mert ide fogunk lőni, ahol te most éppen vagy. Hogyha nincs ott dolgod, akkor menjél el onnan. Én nem tudom, hogy másik háborúban ez szokott-e lenni, de hogy nem értem, hogy akkor miért nem mész arrébb. Ha meg nem mész arrébb, akkor arra jó okod van, hogy nem mész arrébb. Jó, lényeg a lényeg, hogy egy éve történt ez a történet. Én azt szerintem mindannyiatok nevében kimondhatom, hogy azért ez tök jól lenne, hogy nem kéne még egy évet várni arra, hogy ennek az egész őrületnek vége legyen. És akkor megpróbálok valahogy finoman átevickélni és átkötni a következő témára, de hát innen nem lehet átkötni egyáltalán. De valakinek van egy fél mondat válasza nekem, hogy ezek honnan vannak, ezek a finanszírozások? Hogy honnan van ez a pénz? Hogy mi tartja életben ezeket a konfliktusokat, hogy miért éri meg ezekbe ennyi pénzt? Éri meg Iránnak ennyi pénzt fektetni mondjuk a proxiaiba, amikor ott is éheznek az emberek, és meg az angoloknak, meg a franciáknak, meg az USA-nak, meg az oroszoknak, meg a mindenkinek, mert érted, az irodalmi fesztiválra szükséges videóprojektor 1500 euróba kerül, de egy tank az nem tudom én hány milliárdba kerül. Én azt gondolom, hogy a védelmi hadseregnek van valamiféle értelme, nem? Tehát, hogy azt gondolom, hogy az egy másik helyzet, tehát ha a Svájcra gondolsz, aki nem tudom, mikor volt utoljára háborúban, de azért, ha nem emlékszünk rá, akkor elég rég. Ott van egy főre első legtöbb fegyver a világon. Tehát, vagy Svédország, aki nem szokott így egyre másra háborúzni, és olyan békés népeknek néznek ki, baromi sok pénzt költenek fegyverre. Tehát az is egy másik. Hát Guatemala meg feloszlatta a hadseregét, tehát olyan is van. Igen, meg hát maga, szóval a fegyver az egy ilyen nagyon gyorsan cserélődő áru, tehát hogy az majdnem, mint az élelmiszer, tehát hogy előállítják, és akkor kimegy a piacra, és ott elfogyasztják. És aztán rögtön kell a következő, tehát hogy ez egy olyan állandó biznisz, ami hatalmas gazdasági fűtő eleme nemzetgazdaságoknak, nyilván rengetegnek, most ugye már Magyarország is bejelentkezett valami kis páncélos gyártásra, tehát hogy ebből hatalmas GDP-k nőnek ki, de hát nyilván ehhez arra is szükség van, hogy valahol ezeket elpukkangassák, ezeket a dolgokat. Ez igaz. De ugye úgy is elfogy, hogyha nem, mert aztán a raktárból le kell selejtezni, tehát egy idő után ugye instabillá válnak ezek a robbanóanyagok, és nem lehet, tehát ezeknek is van egy ilyen szavatosságuk, hogy ami nem pukkant el, az aztán utána megy és ledarálják, és újra hasznosítják, tehát hogy ez egy nagyon pörgő piac, és valószínűleg közgazdasági szempontból ezt nagyon pontosan meg lehet nézni, valahol az élelmiszerpiac és az autópiac között lehet ennek a működési modellje.
És amikor azt mondod, Andis, hogy honnan van, és amikor azt mondod, Andis, hogy honnan van erre pénz, akkor ugye azt számolt ki, mondjuk ahhoz, hogy a francia államnak legyen pénze arra, hogy fegyvert adjon, nem tudom én, Izraelnek ebben a háborúban, az azért van, mert a francia állam egyébként érdetlen mennyiségű pénzt költ arra, hogy fejleszten is fegyvert, és ebből nagyon sok pénzt keres. Tehát, hogy a pénz innen van szerintem. Ugyanez vonatkozhat Oroszországra is, ugyanez vonatkozhat az Egyesült Államokra is, tehát egy csomó-csomó ilyen példát tudunk mondani. Én azt nem értem, tehát én csak azt próbálom megfogalmazni, hogy amikor védelemre szánsz fegyvereket, az számomra egy másik kategóriába esik, mint mondjuk Irán, aki nem megvédeni akarja magát azokkal a drónokkal, amiket szanaszét küld Ukrajnától kezdve mindenki ellen a világba, hanem ő neki van egy felsőbb igénye, egy vallási leigázás, vagy egy területszerzés, vagy egy akármicsoda. Most azok az országok, akik úgy vannak vele, hogy Izrael ne létezzen pont, ezekkel nem lehet nagyon diplomáciai úton mit kezdeni, mert a két állami megoldás az például csak akkor tudna létrejönni, hogyha mások is kettő államot szeretnének, és nem csak egyet a folyó és a tenger között. Igen, de közben azt is mondom, hogy azért lehet ezekkel mit kezdeni, hiszen azért az elmúlt években Izraelnek sikerült néhány olyan arab országgal is békét és szerződést kötni. Igen, a Trump volt ennek a... Hát, szerintem ez ennél hosszabb folyamat, de nem tudom. Csak azt mondom, hogy szerintem mindenkivel előbb-utóbb el lehet érni eredményeket. Hát most ettől lett az október 7-e, ugye, a majdnem elért eredménytől, tehát a szaúdi normalizációs folyamattól megbillent az az egyensúly. Tehát ugye ennek a térségnek vagy Irán lesz az ura, vagy Szaúd-Arábia. Nagyon más variáció nincsen. Abban a pillanatban, amikor elkezdődtek ezek a kis békeszerződések és normalizációk, akkor mégiscsak odabasztak az irániak. Hogy ez nem annyira egyszerű, és közben meg egy csomó szövetséges, csak bizonyos helyzetekben szövetségese Iránnak, és ez egy elég bonyolult geopolitikai térkép itt, és azt gondolom, hogy ez túlságosan egyszerű lenne, tehát ha komment szekciót ugye nem olvas az ember, de azért mégis olvas, és döbbenten figyelem azt, hogy egyáltalán semmiféle moderálás nincsen, tehát szabadon lehet zsidózni, meg izrühelezni, meg dögöltetek volna, meg mindezni, meg minden, bármelyik cikk alatt hát, mondjuk a magyar sajtóban. Gondolom, ezt a Facebookon látott, tehát meg kell beszélni a Zuckerberggel. Tehát neki kell jelenteni ezt. Tehát Irán rengeteg pénzt költ olyan fegyverekre, amikkel azt próbálja elérni, hogy Izrael ne legyen, vagy azt, hogy az ukránok nem halljanak. Irán a geopolitikai törekvései vannak. Ennyi. Tök egyszerű. Igen, és a másik, az csak bónusz, hogyha közben Izrael meg bele tudja tolni a Vöröstengerbe. Uh-huh. Ez így van. Tehát sokat ezen nem variált. Ez... A palesztin nép nagyon keveseket érdekel ebbe a konfliktusba. Irán se érdekli. Igen, az látszik. Ebbre próbálok célozni. Ezt aláírom. Jó, az elsőként annyit ajánlok mindenkinek, hogy szerintem nézze meg, ma jött ki egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú cikk a 444-en előfizetősben. Bede Márton írta. Több pontjával én, vagy nem tudom, hogy néhány pontjával, persze én nem teljesen így értek egyet, ahogy ő írja, de egy nagyon átfogó. Az egy szép alapos kísérlet arra, hogy máshogy nézzen rá a dolgokra és egy kicsit. Konkrétan történelmi tények nem stimmelnek benne, tehát körülbelül mondom, a vesszőkkel se lehet egyet érteni. Hát alapos, Én azt gondolom, hogy azért ezt, ha elolvasol valaki, akkor egy kicsit jobban képbe tud kerülni. Én meg azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Én ezt gondolom róla, de ez véleménykülönbség. És te nem a véleménykülönbség. Ha palesztinnak nevezed az izraeli arabot, akkor már eleve nem. Tehát, de csak, szóval, és még azt is hozzátenném, hogy én a Bedénél kevés felkészültebb, lelkismeretesebb újságírót ismerek ebben a szakmában, még akkor is, ha nagyon sok mindenben tudok néha nem egyetérteni vele. Szóval azért ezt ne vitassuk el ebben. Történelmi tényeken nem nagyon lehet vitatkozni, tehát tele van hibával a cikk. Nem ajánlom senkinek, hogy abból próbáljon tájékozódni. Akkor én ajánlom mindenkinek, hogy olvassátok el. Legrosszabb, ami kijött. De hogy akkor ugorjunk át szerintem a következőre. Még egy megjegyzést tehetek? Sose fogunk tovább menni. Igen, de ez már van. Nem az. Másra. Ez már csak nem az? A véleménykülönbséget akarnám bedobni, mint szerintem évek óta velünk lévő engem a hajtépésig idegesítő nem is tudom, mém, hogy ugye a szegény Karsai Dániel, Isten nyugosztalja, eltávozott közülünk, és hát egy teljesen
Szóval egy nagyon nehéz történet volt az övé, amiből ő megpróbált egy előremutató javaslattal élni az emberiség felé, tulajdonképpen ezt Magyarországon tette, tehát nem járt sikerrel, de azért az, amiről ő beszél, az mégis egy fontos téma. És fontos, akkor valamelyik elképesztő propaganda média munkás azt találta mondani, hogy hát miért nem várta ki a végét nyugodtan. Hát hú, igen, ez kemény volt. És akkor, már bocsánatot kért. Már bocsánatot kért, de várjatok. Nem kért bocsánatot, elnézést kért. Bocsánat, igen, jó. De várjatok, egyel előtte, a bocsánatkérés előtt azt mondta, hogy ti liberálisok, fogadjátok el liberálisan, hogy én nekem más az álláspontom. És ezt akartam volna bedobni, mert ez engem régóta végtelenül bosszant, hogy a jobb vagy széle jobb, az elkezdett evel visszalőni a liberálisokra, hogy hát nekem más a véleményem, baszkikám, és akkor ezt neked el kell viselned, mert te liberális vagy, nem? Miközben nem értik, hogy evel mi az elképesztő probléma, hogy ő a Karsai Dániel halálán. Ja, nem. A liberális, ami a probléma. A liberális nem, semmi de probléma nincs. De hát azzal csak probléma van. De nem, én azért ebben nem értek veled egyet, Andris, mert ha valaki, tehát én elfogadom mindenki, még a hülye véleményét is, tehát ugyanúgy a nem éppen közepes budakeszi barátaimnak a véleményét is ugyanúgy elfogadom, és megpróbálom őket meggyőzni, tehát amikor hülyeségeket beszél, és történelmi tényt hülye szemszögből próbál nekem megmagyarázni, akkor én megpróbálom az én szemszögemből azt megmagyarázni, és vagy sikerül, vagy nem, ez az én felkészültségemen múlik, hogy... Sikerült már? Néha igen. Nagyon jó kérdés. Néha. De néha igen, még mai napig beszélünk, tehát hogyha nem sikerült volna, akkor nem lenne az, hogy az első dolguk, amikor megyek haza, hogy akkor szerveznek egy vacsorát, ahol utána úgy is tudja mindenki, hogy a vacsora közepétől ilyen agyázásba fordul a történet, de tök jól el vagyunk. Én nagyon sokszor tapasztalom, hogy ilyen egyenes, nagyon határozott vélemények mögött információhiány van, és azt is nagyon sokszor tapasztalom, hogy az önmagukat liberálisnak gondoló barátaim egyáltalán bírják elviselni, hogyha véleménykülönbség akad. És viszont történelmi tényeken meg ugye nehéz vitatkozni. Ez tehát, nem véleményes ügy. Ez... Igen, az a baj, hogy igazából a történelmi tény, ez nem véleményes. Nincs elválasztva a ténytől a vélemény. Tehát, hogy ez egy nem köz... Nincs közkincsét téve az információ, hogy hol válik el egymástól a tény és a vélemény. Tehát, hogy amikor igazából ugye itt a jobb oldala, meg persze néha a bal oldala, vagy a liberálisokkal is az a baj, hogy a tények tagadását állítják be véleménynek. Az pedig nem lehet vélemény. Tehát ott megáll a vita, ott vagy az van, hogy jó, akkor hello, többet nem állunk szóba, vagy egymásra borítjuk az asztalt, tehát ott megszűnik a nyelv. Tehát ahol valahol valaki a tényekkel szembe menve azt állítja, hogy ez vélemény, és te fogadd el, mert nekem ez a véleményem, ott megáll a tudomány, és ahol a tudomány megáll, ott morálisan is föl vagyok mentve, mert onnantól kezdve nem kell, hogy is mondjam, nem vagyok kötelezve arra, hogy embertársamnak tekintsem azt, aki belemegy abba az utcába, vagy engem bele akar rángatni abba az utcába, hogy a tényekkel szemben menés az egy vélemény. Hát ez a számomra no, az ott egy abszolút no, és a liberalizmusomnak is ott van a határa, ahol ez a határ fekszik. Hát, hogy a Hezbollah-hossáva ugyanez, a Trump ugyanez, az Orbán Viktor ugyanez, abszolút. Hogy a tényeket teljesen figyelemben kívül lehet hagyni, és akkor nekem véleményem van is, de ezt tart tiszteletben. És te legyél a jó fej, és még neked törlik bele az orrodat abba, hogy te rossz fej vagy, hogyha ezt nem fogadod el. De figyelj, de ez a 444-es cikk, ez konkrétan példa erre. Tele van véleménnyel, ami teljesen ellentmond a tényeknek. És erre mondjuk azt, hogy alapos. Ezt nem tudom elfogadni, ezt a cikket, mert tele van olyan csúsztatással, amit konkrétan egyesével minden mondatát meg tudom cáfolni történelmi tényekkel. Érted? Tehát ez nem egy... Én így gondolom, hogy nem így gondolja. És ezt csinálom, basszus, egy éve ezt csinálom. Minden egyes rohadt magyarországi cikk alatt megírom kommentbe a tényeket. Nem azt, hogy én mit gondolok, hanem a tényadatokat. És akkor olyan emberekkel vitatkozom, akiknek fogalmuk nincsen, hogy mikor és hogy alakult meg ez az állam, mi a területe, mit jelent az, hogy Cisjordánia ABC terület, de figyelj, mit jelent a gázai jövezet. De figyelj, miért nem írod a cikk írójának, Ági?
Nem tudom. Sokkal egyszerűbb. Az egész, amikor elkezdődött, nem gondoltam, hogy ebből egy ilyen egyéves meló lesz, érted, és közben meg azt de is gondolom... De nem, sokkal egyszerűbb, hogy a Bedének ott van az e-mail címe, és elküldött neki. És ezek után, ha Bede nem reagál, akkor lehet hiszen... Figyelj, még soha semmit nem igazítottak helyre, soha semmit. Azt sem, amit a Kamera UK helyre igazított a BBC-nél, nem hozzák le soha, tehát semmi. Na, van ezt, olyan most ez művészi túlzás volt most. Mit? Ez, szerintem ez is. Tételesen. Mit? A BBC helyre igazítja, és neki az a véleménye helyre. Na jó, de azt mondom, BBC, a BBC helyre igazítja. Na de én nem a BBC-ről beszélek, mondom, hogy a BBC szerintem a forrása. Szerintem a 444 is helyre igazítja, Ági. És azt javaslom, hogyha azt gondolod, hogy történelmi tévedések vannak ebben a cikkben, akkor írd meg a szerzőnek. Tele van. Írd meg a szerzőnek. Hogy oda kommentelod a Facebookra, az nem oldja meg ezt a problémát. Igen, az egész úgy kezdődik. Ő is se olvas. Nyilván nem olvasnak kommentet. Az egész nem azért kezdődött, hogy oda kommentelek, hogy a szerzőnek üzenjek, hanem azoknak a barátaimnak, basszus, akik tök kíváncsiak, hogy mi történik itt, ezeket a szarokat olvassák egymás után. Ők, nekik földobja a Facebook az, amit oda kommentelsz, tehát nem kell egyesével megírnom mindegyiknek, hogy mi történt, meg hogy történt. No, de látom, hanem akkor szépen ott van. Itt már írtál nem a Bede Marcinak a Facebookon. Nem gondoltam rá. Direkt. Igen, most írtam neki, mert most már tényleg, tehát most az egyéves évforduló van. De akkor nem most a Facebookon. Most az egyéves évforduló kapcsán sikerült írni egy cikket, amiben tulajdonképpen... Ezt ajánlottam. Jó, igen, csak hogy érted, hogy tele van hibával. De akkor, minden, akkor úgy ajánljuk a hallgatóknak, hogy olvassák el a cikket, és utána olvassák el az Ági kommentjét, nem, és mert, akkor... Nem, mert a mai kommentben semmi tény nem írtam, csak elhittem a halálvérvörös faszára. Mert pont egy éve, csinálom ezt a melót, nincs kiút, amit teljesen... milyen szempontból? Nem értem. Hát úgy, hogy, nem tudod megtörni a Bedét. Igen. Nem is gondolom, hogy feladatom megtörni a Bedét, vagy nem tudom, csak mondom, hogy az egész úgy kezdődött, hogy nem gondoltam, hogy... Értem, most akkor minden újságírónak egyesével meg fogom írni, akit ismerek személyesen, annak el szoktam küldeni. Jó, most ajánlottad a hallgatóknak, én nem ajánlom nekik ezt a cikket. Én ajánlottam, te azt mondod, hogy ez nem jó, akkor légy szíves, mondd el a Bedének, hogy miért nem jó, hát ha kijavítja, és akkor mindenki jól jár. Szerintem. Na mindegy. Igen, csak naponta megjelenik 7-8 cikk mindegyik fórumon, érted? És akkor mindegyik hét... Tehát én nekem ez lenne a melón most egy éve, most hogy minden újságírónak... Én csak erre az egyre gondoltam, mert én felelőtlen, most már azt látom, felelőtlen módon ajánlottam ezt a cikket a hallgatóknak, most már arra kérlek, hogy csak a mundér becsülete miatt írd meg a Bedének, hogy hol baszta el, és akkor hát, ha mindenki jó. Tegyél minket másolatba, és akkor nem marad észrevétlenül. És az se lenne baj, ha rátenni a másolatba. Na mindegy, ez már hülyeség. Szóval, hogy... Aradi vértanúk. Az volt, hogy az elején, mikor még csak azok az emberek hallhattak minket, azt hiszem, akik a Patreonon földobnak egy kis pénzt nekünk, szóval, hogy akkor azt hiszem a Gergő mondott valami vicceset Garibaldiról, hogy ez most nagyjából olyan, hogy is mondtad, már elfelejtettem teljesen. Hát, hogy nem rá. Tudsz, vagy Garibaldi téren laksz, vagy Matteo téren laksz Olaszországban, tehát, hogy itt ugyanaz az utcanévadás van, mint Magyarországon, hogy Kossuth utca, Aradi vértanúk tere, nem tudom, tehát, hogy ez. Igen. Tehát, hogy ezért a forradalmak nagyon erősen rányomják a bélyegét egy ország. Hát főleg itt mifelénk, olaszoknál, meg nem tudom, hogy a holland utcanévadásban, vagy a svédeknél lesz, hogy van. Nálunk a nagy forradal, ugye a Kronwall csavarbuntot neveztek. Hülye. Az menő, ez tök menő. Shakespeare utca van. Na, szóval, hogy nem is tudom, ki dobta föl, hogy dumáljunk egy kicsit az Aradi vértanúkról. Az egy ilyen a naptár. Mi a naptár is. De ez egy ilyen közhely, hogy nézzük meg ezeknek az embereknek a neveit, és akkor rájövünk arra, hogy milyen fantasztikus helyen élünk, ahol mindenki magyarnak vallotta magát, aki egyébként nem is volt magyar. De hogy tulajdonképpen ez, én azt gondolom, hogy azt gondolkodtam, hogy meg tudjuk-e határozni, hogy tulajdonképpen mi is a magyarság ennek a tükrében. Attól függ, melyik korszakba kérdezik. Én meg tudom határozni, tehát én ugye én azért születtem Magyarországon, mert ugye a nagy angol forradalom, ugye 1640-től 1690 valameddig, aki tudja, az kommentelje be, majd kijavítom. És Gerdek már nézi. Igen, és a Cromwell ugye kinyomta katolikusokat
Angliából, és ezért a nagymamám családja, a Ster família, ők Skócia, nem skótok voltak, hanem angolok voltak, de Skócia földön élő angolok. És őnekik akkor át kellett jönniük először Franciaországba, onnan Ausztriába, és úgy kerültek Magyarországba. Tehát a pénz helyett az elveiket választották. Nem a halál helyett, tök egyszerű volt, a halál helyett inkább eljöttek erre. Mi, és nem lehetett itt... volna, hogy betérnek valahova máshova? Tehát ez nem lehetett volna megoldás? Akkor ott nem. Nagyon nehéz volt. Akkor kiderült, hogy katolikus voltál ott nem azért gyilkoltak rá, mert katolikus voltál, hanem mert kellett a földed meg mellett, és akkor az egy tök jó indok volt, hogy a kettőt összekötni. Igen. És én így kerültem ide, ugye ebből az érából. A Vörös-tengeren jöttek át ugye apukámék, még annó. És ő is tudta ezt a trükköt? Ő tagadja, vagy nem tudom, nem emlékszik rá, vagy nem tudom. És én így vagyok magyar, tehát ja, meg páran lehajóztak Németországból a Dunán, Tutajon. Aha. Tehát én megmutatom, hogy bennem szerintem, hát nagyon nehezen találnál szittya. Jó, hát szerencsére már nem is jössz Magyarországon. Hazament. Igen, de ehhez képest én mégis, nem, de én magyarnak tartom magam. Tehát, hát ezt majd mi eldöntjük, jó? Jó, de én, tehát, mivel hogy a nyelvem, tehát mivel nem tudok angolul, a nyelvi kötődésem, a kulturális, igen, az lesz a legszebb, amikor magyarul se tudok, és még angolul se, és akkor ez a... Akkor már régen Olaszországban fogsz élni. Igen, a Garibaldi utcában is segítem. És olaszul sem. Tehát a Garibaldi utcában van a kecó. És tehát a kulturális kötődésem miatt én úgy érzem, hogy teljesen, én vállaltan magyar vagyok, nem mondom, hogy nagyon dicsekszem vele mostanában Angliába, hogyha megkérdezik, de belül a szívem mélyén úgy érzem, hogy magyar. Tehát nem érzem magam angolnak, jó, vagy leendő angolnak. És érdekes, hogy gyerekek is magyarnak mondják magukat. Azt gondolom, hogy a Gergő tudni fogja erre a választ, mert én arra voltam volna inkább kíváncsi, hogy ezek az emberek, például az aradi vértanúk is, de a szabadságharcban sok-sok-sok más náció, aki harcolt, hogy miért volt ez ilyen fontos identitásképző, hogy mi magyarok vagyunk? Mi volt ennek az előnye? Pár évtizeddel korábban fedezték fel tulajdonképpen azt a dolgot, hogy nemzet. Tehát, hogy a 18. század elején még ezzel így nem nagyon foglalkozott, vagy a 17. században meg végképp senki nem nagyon foglalkozott azzal, hogy nemzet van. Ugye királyságok voltak, meg államszervezetek voltak, és mindenki vartyogott olyan nyelven, amilyenen akart. Egyébként meg mindenki latinul beszélt, aki művelten akart társalogni, vagy esetleg franciául, de inkább latinul. És ez, hogy vannak ezek a nemzeti nyelvek, ezek nem jelentették azt, hogy ez valamilyen identitás. Tehát ennek nem volt identitásképző ereje. És aztán egy csomó más tudománnyal párhuzamban, tulajdonképpen a természettudományok logikai fejlődésével kapcsolatban egyszer csak azt gondolták, hogy ami a nyelv, az valamilyen identitásképző dolog. És ez a politikai fejleményekkel párhuzamosan egyszer csak egy ilyen őrület tört rá Európára, tulajdonképpen pozitív értelemben mondom, mert ennek a romantika, a nemzeti romantikáknak hatalmas kulturális energiája volt, de hogy mindenki ebben élte meg a saját, tehát ez egy gigászi felfedezés volt az emberiség számára, hogy Úristen, nekem van nemzetem. És az emberek a nemzetükben voltak szerelmesek, és a nemzetükért akartak meghalni. Mert Ez egyszerűen így elöntötte az emberi elméket és szíveket. De ez nem válasz arra, hogy mondjuk Bemapó mi az Istennek akart meghalni a magyarokért. Bemapó a szabadság eszméjével tudott azonosulni, tehát hogy ezek az emberek tényleg megrészegültek ettől a dologtól. Tehát hogy olyan szenvedély öntött el őket, és tényleg a mai eszünkkel ezt szinte lehetetlen rekonstruálni, ezt a fajta tudatállapotot, mint ahogy azt se tudod, a vallási rajongást se tudod elképzelni, vagy azt, hogy csak a túlvilági létre koncentrálsz. Szóval, hogy az, vannak olyan
lelkiállapotok a múltban, meg nyilván más emberek lelkiállapotai a jelenben, amiben nem tudunk belehelyezkedni, és többek között az egyik ilyen a vallási fanatizmus, a másik pedig ilyen ez a fajta nemzeteszme, amely a 19. század emberét, 19. század elejének meg közepének az emberét meghatározta. És ez egyfajta vallás, sors jelenségként is megjelenik, másrészt ez tényleg életcéllá vált, tehát nem... meg akartak halni a hazáért, kamaszok arról ábrándoztak, hogy ők meg fognak halni, golyót kaptak a szívükbe, lágyzsát a tüdejükbe, lefejezik őket, fölakasztják őket, és érted, most is meg akarnak halni a kamaszok mindenféle dologért, de nem azért, mert igen, nem, azért, más nem azért, a, hogy... Más a fókusz. Más a fókusz, igen. De akkor ki a nagyobb hős, Görgei vagy Bem? Hát szép és furmányos kérdés. Főleg a mai szerintem politikai helyzetbe akarom. A hős, szerintem a hős fogalom is egy ilyen amit ma már így nem tudsz ilyen értelemben, hiába néztünk meg sok hollywoodi filmet. Nemecsek volt az utolsó. Talán, igen. Hős. Igen. Igen. Hogy hát most a kormánynak az most melyik a nagyobb? Orbán Balázsra gondolsz mindenképpen. Hát egyértelmű, hogy akkor a fegyverletétel a sokkal nagyobb. Hát mennyi hát fel se kellett volna venni. Igen. Mondjuk hát a gaz Jelacsicssal még az oké. Okay. A gaz Jelacsics az még rendben, de a többi nem kellett volna. Hagyni kellett volna a fenébe. Pedig Görgei nélkül nem lett volna 48. Tehát Görgei, ha nincs Görgei, akkor nincs Bemapó, mert akkor eleve ott az osztrákok szétcsapják a magyarokat 2 percet Budapesten, és ennyi volt a sztori. Így viszont kénytelenek voltak az oroszok, ugye, megjelenni. Igen. Na jó, de várjál. Most akkor Kristóf azt mondod, hogy a Görgei arról is lehet, hogy ennyi, hogy lett ez a forradalom, meg arról is lehet, hogy tűnik nem mégsem. Nem, én azt mondom, hogy ekkora ökröt, mint ez az Orbán Balázs a földön oda. Mert nem tudja, hogy nem úgy van, hogy amikor kitör egy forradalom, akkor a forradalom napján tudják azt, hogy oké, ma március 15-e van, és akkor majd 2.49 nyarán majd ez fog történni, tehát fiúk, akkor mi csak a Jelasicsot verjük meg, és utána tegyük le a fegyvert, mert akkor így lesz fasza. Hanem akkor hoznak abban a pillanatban hoznak egy döntést, hogy akkor most oda csapunk. Vagy nem csapunk oda. És amikor meghozták ezt a döntést, onnan már nincs visszaút. Tehát ott már nem lehet azt mondani, hogy majd... Tehát én idáig ezt az Orbán Balázsnak a véleményét nem fogadtam el, de egy okos embernek... Na figyelj, kérlek. Okos embernek tartottam. Hagyj kérdezik valamit, tényleg. Én egy csomó, mit tudom, Széki János, meg egy csomó embernek a posztjaiba ezt olvasom, hogy egyébként ez az Orbán Balázs egy okos ember. De ezt miért gondoljátok, hogy ez egy okos ember? Azért, mert nagyon jól, tehát a múltba, nem most, tehát hogyha meghallgatsz ilyen tehát kurva ügyesen tud úgy vitatkozni, hogy úgy tudja egymás mögé tenni a tényeket, ami neki megfelel, ami tényszerű, tehát nem tudsz belekötni a tényekbe, amiket ő mond, és mégis úgy rakja egymás mögé a tényeket, hogy te teljesen elbizonytalanodsz, és azt mondod, hogy az meg igaza van. Utána rájössz, hogy átbasztak, csak eleve olyan jó lexikális tudása, olyan jó lexikális tudása, hogy ha nem vagy felkészült, akkor nem szabad vele vitatkozni, mert rögtön mindenre. Tehát tudja, tehát én most elbizonyítom, hogy mikor volt a fegyverletétel, őt ha megkérdeznéd, lehet, hogy tudná a dátumot is, én nem tudom. És akkor már rögtön... Lehet, hogy csak rohadt gyorsan tud googlizni a pad alatt. Nem, az látszott, hogy ügyes. De Dekondisnak adjuk meg ezt szót a pillanatra, mert szerintem erre akasztál csatlakozni. Erre bizony, hogy nekem volt, emlékeztek egy ilyen PhD-s köröm, hogy elkezdtem egy doktorit írni, és ponton kiábrándultam ebből a tudományos világból, és tudjátok miért? Pont ezért, amit te most mondasz, hogy az, hogy valakinek milyen a lexikális tudása, az egyáltalán semmilyen korrelációt nem mutat az erkölcsel, a morállal, a tartással, a tartalommal, hogy mondjam, egyszerűbben. És nekem ez volt már dilemmám annak idején, amikor elkezdtem dolgozni 90 elején, és elkezdtünk csinálni mindenféle koncerteket, akkor elképesztően meg voltam hökkenve, hogy általam remegve tisztelt zenészek, mennyire elképesztően, de iszonyúan tahók bírnak lenni. Tehát ilyen így rendesen bunkók. Nem, igen. Nem,
nem akarok neveket mondani, biztos mindannyiótoknak van ilyen élménye, hogy ültök, és nem hiszitek el, hogy az, amit csinált, az a csoda, ami a színpadon elvarázsolt. Az hogy jössz ki ebből a fejből? Az igen. Az meg, hogy. És ugyanez van a tudósokkal is, hogy az, hogy valaki csípőből idézi a nevét, évszámát, a nem tudom mi, az semmilyen módon nem függ össze, hogy igaza van-e vagy sem. És ez egy tök fura tudás. Én nekem nagyon sokára esett ez le, mert az iskolában nem ezt tanultuk. Igen, azt tanultuk, hát hogy a nagy költők azok jó emberek, de hát igen, azt azóta megtudtuk, hogy a Tolsztoj az egy nőverő barom, a nem tudom, és így tovább. Politikusok dettó. Igen. Igen. De hogy megvan nektek ez a közkeletű mondás, hogy mi történt, ugye csak az Orbán Balázsra akarok így is rácsatlakozni, hogy mi történt augusztus, vagy szeptember, hogy van, vagy március 16-án reggel 10-kor a Pilvaxban? Sanyikám még egy unikum? Hát hagyja, Józsikám, tegnap is mi lett belőle. Tehát, hogy... Ezt nem ismerted, Kristóf? Nem. Hát de most bearanyoztad nagyon, neki. Nagyon régi történet. Nem, és tulajdonképpen ez tökéletesen haj az Orbán Balázsra, tehát szerintem csak ezt akart a szegény Orbán Balázs is újra feleleveníteni. Ez velünk él ez a történet, szerintem nem most kezdődött. Jó, hát csak nagyon, most itt oda? Nagyon rossz volt a ritmus érzéke. Tehát ezzel hát figyelj, fölépítettek egy tökéletes lejárató kampányt ezzel a Magyar Péter ellen, kihoztak egy tökéletesen összerakott videót az Indexen, majd aznap Orbán Balázs letarolta ezt az egész kommunikációs hajcihőt, és kitette magát. Egy fél mondattal. Ennél jobb. Szegény, hát és még nem is tartják a csávót, és még csak kisebb pöckölik a csávót. És még itt tartják, és még hát most meghosszabbítják Bicskéig. Most nem akarják, igen, hogy a másik oldalon legyen egy ilyen kvalitású ellenfelük, azért az jobb, ha az ő csapatukban van. Tudom. Ja, mert ugye azonnal látta. Nem, ezzel a névvel. Nem, csak itt ebben az a baj, nekem volt ilyen farmerén, tudod, kitűzhető ez a kis lyukas zászló, amin van egy ilyen kis tű, és a másik oldalán lá. És hát most, hogy tehát az a baj, hogy ez nem most ugyanaz lett, mint a kokárdával, hogy hát, figyelj, én eddig sem nagyon rohagáltam Lukasz zászlókkal. Ónom alatt tett, hogy... Hát én csak nem, mert az egy napra raktam Kristóf, ki mindig. De akkor most vágd ki a kokárda közepét, és akkor azzal tudsz szerintem mostantól. Ja. Jó, de ez most ez... És ez az izgalmas sztori lesz, hogy... egy izraeli zászlót, amiből kivágjuk a Dávid csillagot. Az is nagyon menő lenne, igen. Csak akkor egy nagyon azért nagy dolgot biztos, kell kivágni belőle, mert az nem egy ilyen picibe van a közepén, mint a magyar címer, hanem konkrétan hát az egész... jobban kilátsz, hát azért az is valami. De egészben nekem az arra leszem, hogy kíváncsi most majd az állami televízió október 23-ai közvetítésénél, hogy akkor most milyen zászlóval vezélik ki a jó népet? Nem, ezt nem fogják odaadni. Hát a falubuszon? Hát idáig mindig lyukas zászlókat odaadták a falubuszon. Most azokat most átviszik az a Magyar Péternek a tüntetésére. Nem tudom. És akkor onnan meg... Én azon szoktam gondolkozni, hogy most minden izraeli tüntetésen, mind a két oldalon, vagy mind a három, mindegyik oldalon izraeli zászló van. Tehát, hogyha megnéz egy fentről készített felvételt... És azzal is verik egymást? Akkor nem verik egymást. Akkor nem tudod megkülönböztetni, hogy melyikek vannak többen, mert ugye mind a két csapat pont ugyanúgy néz ki, tehát nem, most már... Tehát ez egy okos... és hogy azon gondolkoztam, hogy utána kéne nézni, hogy az izraeli zászló gyártás, ugye eleve amióta tart a háború, az egy ilyen teljesen bevett dolog, hogy az ember kilógat egy izraeli zászlót valahova a házán, az autóján is van egy, meg a nem tudom, ha Toyota izéje van, akkor biztos, hogy bele van tűzve egy izraeli zászló, hogy ne azt higgyék, hogy jön a Hamasz megint, de hogy meg kéne nézni, hogy az izraeli zászló gyártás hogyan alakult az elmúlt 3 évben mondjuk. Mármint, hogy Kínában. Kínában, persze. Tehát, hogy mennyivel igen, több izraeli zászlót kell importálni. Mert a tibeti zászlót is, azt tudjátok. És hogy volt-e már igen. olyan, hogy lett egy nagy tüntetés, és nem volt elég zászló. Mert hogy lehet, hogy most még nem lenne később bekapcsolódni a magyar zászló gyártásba. Hát, ha oda is átmegy ez, hogy minden oldal ugyanolyan zászlóval van. Hát haladunk e felé, ölestébe. Ugyanott csipogó eladó. Uh-huh. Igen. Az ugló. Na ez amúgy... Ez, tehát én, amikor ezt meghallottam, ezt a csipogó sztorit, én sajnálok minden sérültet és minden halottat, de az is bearanyozt a napomat. Az valaki ezt így hogy rakta össze agyba, tehát Orbán Balázs kismicska ahhoz az emberhez képest, hát aki ezt...
nem is tudom, ki írtam a nem tudom, New York Times, vagy melyik lap írta, hogy ugye ez 9 éves meló, vagy több is talán. Sok év, igen. Amíg eljutottak A-ból B-ig. Sok év, és nem, hát és nem akkor kellett volna legyen ez az akció, hanem kvázi beégett, igen, a cucc, és azért kellett gyorsan megcsinálni, úgyhogy... Jó, de tényleg fantasztikus szakmailag. De el tudom képzelni az arcukat, amikor így, na, nyomjuk meg a gombot, nyomjuk, és akkor így start. Hát ugye az van, hogy ha jól olvasom, akkor edesnek ennek a csipogónak, ugye ahhoz, hogy lásd az üzenetet, ahhoz kettő gombot kellett megnyomni. A titkos üzeneteket. Ez a legkeményebb. A spéci üzeneteket. Igen, ez rögtön látszott a sérülteken, hogy azért nincs arcuk meg kezük, mert valószínűleg így ez volt. Azonnal ráhajolt, és hello. Tehát én azon gondoltam, hogy volt arról hír, hogy kisgyerek is megsérült, vagy meghalt, már nem tudom, ami tényleg borzalmas meg, hogy kerül egy kisgyerek kezébe egy ilyen, aki azt mondja, apa, én elolvasom az üzenetet, vagy hogy? Tehát, hogy ezt nem teljesen értettem, de mindegy. Nektek volt? Hát, vagy ott volt mellette. Tehát volt. Lehet, hogy csak az ővére lehajolt. Egy csomó olyan kép látszik, amikor lehajolt az ővére, és csak fölbillenti az ővére. Igen, azok nem megvakultak, hanem másik szervük lett oda. Igen. Aha. De mindegy, tehát az egész, aki megfűzte ezeket az ökröket, hogy el kell dobni a mobiltelefont, mert ez sokkal biztonságosabb. Tehát ebből biztos, hogy a következő Faid sorozatban ez benne lesz. Nektek volt tanul csipogótok? A Gergőnek nekem volt, igen. Nekem is volt. Nekem ez volt. Az volt az első volt. Ilyen mobil eszközöm, egy ilyen csipogó, amire úgy volt, képzeljétek, nem tudom, ti emlékeztek, hogy volt, hogy a nővérem akart rá valamit üzenni, valami olyasmit, hogy nem tudom, szed, vagy kap fel a csontos seggedet, és nem tudom, takarodjál, nem tudom hova, mert vagy valahova kellett mennem, de ezt így tök barát, tök testvéri szeretettel meg, nem tudom, és mondta neki az operatőr, hogy sajnos csúnya szavakat nem vesz föl. Én azt próbáltam a Gergőnek. És nekem a legmenőbb az volt, hogy a Mixi ott dolgozott a csipogó, bármit hajlandó volt leírni nekünk. Igen, de az is kedves volt tőle, hogyha üzentem a Gergőnek, akkor ő is aláírta például. De előfordult, hogy azt akartam üzenni, volt egy ilyen kód mondatunk a Gergővel, a Szabó Rozáliát agyonbaszta a villám, és ezt mindig nagyon nehéz volt elintézni ez a tudósoknak, hogy... De ne haragudj, most nem tudom, rá lehet-e menni ilyen személyes magánügyre, de hogy, és akkor azért, tehát hogyha ezt az üzenetet megkaptad, mi volt a dolgod? Nekem semmi. Én küldtem az üzenetet. Ez a hogy vagy kedves típusú üzenetváltás. Ja, értem. Én egy kicsit többet gondoltam bele, nem kell hát ezen többet gondolni. Szerintem ezt mindenki tudja értelmezni. Mire gondoltott a szerző? A tudósok zenekar maga. Na jó, szerintem az aradi vértanúkon is túljutottunk. Én azt mondom nektek, hogy szerintem lassan zárjuk le ezt a mai adást, mert hogy ilyen jó hangulatban szerintem... És akkor a románok otthon maradnak. Románokat meg felejtsük el a románokat, úgyis most messze pedig a pedig a román takarítónőnkről jó kis sztori. Na de azt meséld el. Azt még mindenképpen. Ma elmentünk, egy barátunk vettek házat itt szemben a dombon, és megkérték, hogy nézzük meg, hogy mégis mit vettek, mert egy kicsit így láthatlanba vették, és ott csavarogtunk az utcába, és egyszer csak lecsap ránk egy kedves nő, először rosszul kell beszélni, aztán kiderül, hogy magyarok vagyunk, berángat, és kiderül, hogy majd 15 éve Erdélyből jött el, már egy kicsit gyengén beszél magyarul, de mutatja a férjét, aki egy ilyen oxigén maszkal a fejében kuporgott a sajlokba, hogy nézd meg, hát ez csak izé pasztát evett meg minden. Azt se tudta, mi az a töltelék. Azt se tudta, mi az a töltött káposzta. Én elkezdtem vele etetni, azt nézd meg, nincsen neki semmi baja. Azóta az mindig a tölteléket kéri tőle. Istenem, nagyon jó. Nem tűnt annyira jó színben lenni a csávó egyébként a töltelék. Azt akartam kérdezni, hogy is főz is nálatok? Nem, itt a betegápolók és a takarítók azok vagy moldávok, vagy romániai, magyarok, vagy románok. Tehát itt ez Gergő, a... Gergő, most hogy áll ez az egész környéket, hogy van még olasz, aki a környéken lakik, vagy már ki? Már hú, nagyon öregszik. Amerikaiak laknak, kedves nyugdíjas professzorok a Kolumbiából költöztek ide szembe, és iszonyatos mennyiségű ukrán, és főleg román. Hát ugye itt 1 millió fölött van az Itáliában lévő román munkavállalók száma.
azért az komoly. Mondjuk akkor még gyorsan annyit mondjuk erről, amit most már mégsem vesézünk, de lehet, hogy mégis egy kicsit, hogy ugye azt a Zandi is dobta fel ezt a cikket, hogy 6,5 millióan jöttek el. Mennyi idő alatt? Már nem is tudom, mennyi idő alatt Romániából egy 20 milliós ország? Azért azt mondom, ezeket több. A számokat, ez brutális. Jó, csak azért abban benne van pár millió erdélyi magyar is. Hát azt a számban. Szerintem pár millió nem lehet, mert összesen mennyi él ott. Másfél. Igen. Én azért kíváncsi lennék arra a statisztikára, hogy amikor most azt mondják, hogy Magyarországon él 9,5 millió magyar, ugye amikor én gyerek voltam, akkor Magyarországon élt 10 millió magyar, uh-huh. hogy megnéznénk, hogy ebből a 9,5-ből hány az, aki Erdélyből vagy Felvidékből. Ezt nem tudom, jött. De nyitva van előttem egy statisztika, mert elkezdtem nézegetni számokat kivándorlás ügyben, és Magyarországon azoknak az arányszáma, akik külföldön születtek, tehát nem Magyarországon születtek, de Magyarországon élnek, az 4% alatt van. Tehát elképesztően kicsit, csak hogy mondok egy másik számot, a lista élén Luxemburg áll, az majdnem 50%. Na jó, de ismersz te egyetlen Luxemburgot? Akkor innen akkor ők mentek tovább ezek szerint. Tehát Luxemburgban mindenki bevándorol. Jó, az is 400, tehát akkor is a 9,5 millióból, az azt jelenti, hogy 1 milliót vesztettünk az én gyerekkorom óta a lakosságból. Hát kellett volna több gyereket csinálnod. Ez most hogy? Ugye? Még lehet, még vissza lehet. Tehát én hármat csináltam, tehát elvileg, még a statisztika szerint valamelyiknek elvileg kínainak is kellett volna lennie, tehát de megúszik. Honnan tudjuk, hogy nem azok. Hát, ugye? Hát én ránézni. Szerintem ezt megvan az adás címe. Ne zsidóz! Kínai gyereke van a Kristófnak. Szép. Hát ne, hát ugye minden harmadik ember kínai, nem? Ebből adódik a... Ja. Na jó. De azt, jó, nekem az első dolog, amit megtaláltam ezzel kapcsolatban, hogy fülöpszigeteki sofőrök vannak Romániában a kamionokon. Ami gondoltam, hogy milyen érdekes, mert Magyarországon volt ez a hír, hogy fülöpszigetekiek fogják vezetni a BKV buszokat, aztán valahogy ez nem lett, mert legalábbis én nem találkoztam ilyen sofőrrel, de... Milyen nem lesz BKV sem. Én azt vártam volna, az indiai kamionsofőrök is voltak hírek, hogy Indiában vannak a kamionsofőrök, azért, mert én itt látom az indiai kamionsofőröket, tehát azért egy nagy színfolt lett volna Romániában. A magyar közlekedési kult. Nem, a magyar közlekedési kultúrában. Mert azt képzeljétek el, amikor az új BKV rendőrség, megvan szavazva. Andris, van egy kicsit, Kristóf, hogy miért rosszul vezetnek? Hát durvában nyomják, mint a törökök. Tehát a törököknél ugye csak ez a kis függőnyke van. Ja, igen. Indiai buszok az nagyon kemény. Az indiainál ott ki van dekorálva? Hát nem is tudom, hogy hol lát ki. És belül is szépen ez a gyémánt hímzéses bőr, cuccok mindenhol, a bőrülés, a világító lámpácskák, a Scania világító felirat a feje fölött, behúzható függönnyel, rojtokkal, mindennel. Hát otthonosan érzi magát benne. Kell a csicsa. Van, Mist, hát mit akartál mondani? Hát most erre azt akartam mondani, hogy egyszer fölvett bennünket Indiában egy ilyen kamionsofőr stoppolás közben, és azt megkérdeztük tőle, hogy ez miért van. És azt mondta, hogy hát ide figyeljen, jó ember, én több időt töltök ezzel a kamionnal, mint a feleségemmel, hát azt akarom, hogy jól nézzen ki, nem a feleségemnek is kell, hogy jól nézzen ki, de ha hol van, na értitek, ez volt a válasz. És nézd meg hátulról. Ezt, hogy milyen szakmákat hogy vesznek át bevándorlók, hogy ugye hát a mi állásainkat nem vehetik el szerencsére a bevándorlók, mert meg vagyunk védve, de hogy azért azt észrevettem, hogy a volt meg fudóra futárok 90%-a azért nem itt született, hanem külföldi, és hogy iszonyú mókás, ahogy egy büdös hangot nem beszélnek szegénykék, még angolul se, jó néhányan, és úgy próbálja megtalálni a Zápor utcát, meg a nem tudom, tehát meg a kiírást a kapu telefonon. Ezt akartam valójában mondani, hogy ugye megszavazta az új fővárosi közgyűlés azt, hogy lesz BKV ilyen rendőrség, vagy hogy hívta ezt a vitézi ilyen rendészet, és amikor azt látjátok, amikor szíkeket vesznek föl, meg ilyen indiaiakat, ilyen izéknek is ott fognak állni a buszon, meg finisztelni. És próbált kidumálni, hogy miért is kiegyek. Még sokat buszozok itt, és az egy ilyen visszatérő jelenet, amikor jön az ellenőr, és ellenőrzi, lecsipogtatja a jegyedet, vagy bérletedet, és akkor, hogy így oda nyújtja a csávó az ellenőrnek a bérletét, hogy lyukasz már ki nekem, Józsi. És akkor az ellenőr oda viszi, kilukasztja neki, visszaadja, kedvesen lecsippantja, és megy tovább. Tehát, hogy nem az a, hogy megbüntessen, hanem
Úgyhogy lehet, hogy ők is ezt fogják csinálni, egy állati segítőkészen kilukasztják a jegyeidet, mert azt szokták meg. Így legyen. Hát igen, mert ismerve a magyar embert nem fogják odaadni neki szegénynek a jegyet. Még elviszi. Igen, a macskámat már megette, most még a jegyet. Most kell a buszjegyem is? Hát ne vicceljük. Na jó. Na, szerintem szép. Akkor ajánlom. Akkor azt mondom nektek, hogy a macskámat már megette a mai adásnak. Az a magyar, akinek az unokája is magyar. Igen. Szóval, hogy itt a vége ennek az adásnak, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt ma. Azt kérem az összes hallgatónktól, hogy a Spotify-tól elkezdve a mindenhol kövessen be minket, mert akkor elsőre rögtön azonnal mindenki értesíti majd, hogy megjött az új adás. És egyébként írjatok nekünk az Árnyék Facebook csoportunk neve, várjátok, elfelejtettem. Árnyék Közösség Facebook csoport. Valami ilyesmi, igen, hogy oda is gyertek, és hogyha van egy kávényi pénzetek, akkor azt dobjátok fel a Patreonra, és ha van ráérő szabadidőtök, akkor pályázatok vagy a Gergőhöz, vagy az Andishoz valami ösztöndíjra. Gyertek! és akkor, tehát tulajdonképpen ennyi. Úgyhogy köszönöm. És hallgassatok Halottnak a kócsot. Azt is hallgassatok, tényleg, meg Besodromot is hallgassatok svédeken, meg. Vegyetek a Gergőtől könyvet. Meg 3 órás podcastet. Azt is mindenképpen. Sziasztok! Hello!